A Kolónia Alapítvány célja Bonyhád város működésének és fejlődésének az elősegítése. A kiemelt céljai között szerepel például a közhasznú zöld területek védelme, vagy éppen a szabadidős tevékenységek segítése, a vallási célok támogatása, mondja Lőrincné Dávid Mária, az alapítvány elnöke. Az alapítvány a működésében a polgármester asszony vezetésével igénybe veszi az önkormányzatnak a segítségét. A többszöri egyeztetéseink és a közös munkánk során ez a kapcsolat, mondhatom, hogy kiváló. A 2021 éves feladatainknak a meghatározásakor is azt a célt tűztük ki célul, hogy olyan feladatokat határozzunk meg, amelyeknek a végrehajtásával ezt a szép kis városunkat még szebbé, otthonosabbá, kellemesebbé tehetjük az itt lakók számára. Ennek keretében most eljutottunk egy olyan helyszínre, amit az idei évben feladataink közé tűztünk ki. Ez a városi virágosítási program keretében valósult meg. Itt vagyunk most a Bajcsi utca és a Perczel utca találkozásánál a rendőrséggel szembeni területen. Hát ez a terület egy kicsit elhanyagolt volt, és ez felújításra, megújításra szorult. A munkálatok során többek között az előregedett bokrokat vágták ki, és a helyükre új cserjéket ültettek. Felújították a padokat, hogy a nyugalomra vágyók kulturáltabb körülmények között pihenhessenek. Kialakítottunk egy kis virágos szegélyt, ide 120 palánta került beültetésre, és reméljük, hogy így a városunk színfoltját ezzel gazdagítottuk. Most itt állok egy lebontott szobor helyén, az egyensúly szobor volt itt található, amit sajnos az idő tönkretett, és ennek helyére egy új szobor kerül majd felállításra. Ugyanúgy a Bertalan családnak az egyik tagja, Bertalan Tamás fogja ezt elkészíteni. Ennek a munkálatoknak az előkészületei már folyamatban vannak. Polgármester asszony ebben munkálkodik, segíti Tamást, éppen az anyagbeszerzés van folyamatban. A városi virágosítással kapcsolatban el szeretném mondani, hogy terveink között ugyanúgy, mint az előző években, a Perczel kertnek a őszi virág megújítása is szerepel, a Székely parké, valamint a város központi. Ezekben a munkánkban szeretnénk a lakosság minél szélesebb körét bevonni, és egy új feladatot tűztünk ki célul ebben az évben, hogy a tavaly átadott körforgalom köré, tehát magában tényleg a körforgalom közepében lévő részben, és virágpalántákat szeretnénk elhelyezni majd az ősszel. Itt is már felhívom a segíteni, szándékozni a lakosság figyelmét, hogy nagyon szívesen fogadjuk mindenfajta segítséget, és kérjük is, hogy vegyenek részt. Az alapítvány gondot fordít arra is, hogy a városban a helyiek kényelmének érdekében minél több pad kerüljön elhelyezésre. 10 padot vásároltunk, még nincsenek kihelyezve, egyeztetünk folyamatosan, mint ahogy már az előbb is mondtam, a városi önkormányzattal. Figyelembe vesszük a lakossági igényeket, ahol a legszükségesebb, oda próbáljuk ezeket elhelyezni. Akkor egy picit forduljunk az oktatás felé. 2020. októberében kiírásra került a tanulmányi ösztöndíj pályázat a 2020-21-es tanévre vonatkozóan. Itt a feltételek azonosak az előző évivel. Az a bonyhádi lakóhelyen rendelkező középiskolai tanuló pályázhat, akinek a tanulmányi eredménye eléri a 4,8 átlagot, illetve az előző évi tanulmányi eredményénél nem lesz rosszabb az átlaga, és valamilyen kiemelkedő tevékenységet végez, közösségi munkában lehet egy sport, tanulmányi verseny, vagy bármi. A jelentkezési határidő június 20-a, ez mind elektronikus felületen is megjelent. A pályázók 20 000 forint támogatásban fognak részesülni. Ez az összeg, ez szabad felhasználású lesz. Az eredmény hirdetésére, vagy a díjazottaknak a jutalmazására várhatóan augusztus 20-án kerül sor. Reméljük, hogy a COVID-helyzet lehetővé teszi, hogy megtartásra kerülhet az augusztus 20-ai ünnepség, mert ott
PS keretek között szeretnénk átadni a tanulóknak a megérdemelt díjukat. Szeretnénk folytatni a környezettudatos szemlélet formáló előadásainknak a szervezését. Tavaly nagy sikernek örvendett, hogy a Bonyhádon élő első osztályos tanulók részére egy interaktív ilyen szemléletformáló előadást tartottunk. Ezt egy pályázati támogatásból tudtuk megvalósítani, 123 gyermek vett részt, és a visszajelzésük alapján erre igény van, ezt szeretnénk szintén a járványhelyzet függvényében, ha lehetőség nyílik, ezt is megtartani. Az előző évekhez hasonlóan a Kolónia Alapítvány idén is meghirdette a Virágos Bonyhádért akciót. Ebbe családi házak, társasházak, vállalkozások, üzletek pályázhatnak. Itt is elektronikus felületen és papíralapon, itt a beadási határidő június 20-a. A jelentkezőket meg fogjuk keresni, a helyszínen megtekintjük a virágokat. Két alkalommal, erre június végén és július végén kerül sor. A helyszínen felvételeket készítünk a virágokról, és egy zsűri, amibe bevonjuk a Bonikom szakemberét is, dönt arról, hogy melyiket ítéli a legszebb kertnek. Ezeket a kertek tulajdonosait vagy üzletek előtt lévő kerteknek a tulajdonosait díjazásban részesítjük. Ezeknek a díjaknak az átadása is hasonlóan a másik, az előbb említetthez augusztus 20-ai ünnepség keretében kerülne sor. A családi és gyermeknapnak a megtartása is a programjaink között szerepel. Ezt nem önállóan a Kolónia Alapítvány szervezné meg, hasonlóan több más programhoz, ebben is az önkormányzat tevőleges részt venne, valamint Majosi résznek a képviselője, mert ez is egy nagyon nagy létszámot megmozgató rendezvény, ami sajnos az előző évben nem, de 2019-ben 1000 embernél is több vett részt, tehát ez is a programjaink között szerepel. Lőrincné Dávid Mária azt mondja, szeretnék továbbra is elősegíteni a város vezetését abban, hogy Bonyhád még szebb, még otthonosabb és még élhetőbb legyen.